Csarlós Boldogasszony ünnepe évszázados hagyományt indított el Vértes Somlón. A búcsújáró helyen az 1990-es években élet újjá a környékbeliek régi szokása, hogy népviseletbe öltözve, zászlókkal vonulnak a falu központjából körmenetben az zarándokok a Vértes Somlói kegytemplomhoz. 284 évvel ezelőtt került ide a kegytemplomba Csarlós Boldogasszony ünnepén a Mária kegykép, a szomorúak vigasztalója, és mi évszázadok óta hozzáimádkozunk és hozzájárunk, hogy köszönetet mondjunk. Nagyon nagy boldogság volt, mikor 11 évvel ezelőtt sikerült újraéleszteni ezt a hagyományt, hogy zarándokok érkezzenek, és együtt sétáljunk el a kegytemplomhoz. A falu az a település forma, ahol hagyományokat őrzünk. Nagyon nagy boldogság, mikor megölelhetjük a távolra elköltözött rokonokat, a barátokat, akikkel zarándokutakon, imahelyeken találkoztunk, és örülünk egymásnak. A legtávolabbiak, akikről én idén tudok, Kisbérről, ők kétnapos zarándoklattal érkeznek, de az összes környező településről, tehát Környéről, Alsó, Felsőgalláról, Bánhidáról, Szárról, Várgesztesről, Környéről és Kecskédről, és természetesen a Vértes somlóiak, a helyiek. Spánia Antal kezdeményezésére új, sajátos küldetést kapott a templom búcsú ünnepe. A várandós édesanyákért, a gyermek áldásra váró házaspárokért imádkoznak, a gyermekét tápláló szűzanya kegyképénél. Ezen a helyen sikerült megújítanunk a búcsújárást úgy, hogy egy sajátos vonást adtunk, egy sajátos küldetést adtunk ennek a búcsúnak. Ide hívtuk elsősorban azokat, akik gyermekárdásért imádkoznak, és azokat, akik gyermekeikért akarnak hálát adni. Hála Istennek sokan meghallották a szavunkat, sokan jönnek imádkozni gyermekért, fiatal házasok, és idősebbek adnak hálát gyermekükért. És ennek a legújabb sajátossága, hogy hála szíveket helyezünk el a templomba, ahol a megszületett gyermek keresztnevét és születési dátumát írjuk egy ezüst szívbe, és oda helyezzük a templom szentélyébe, mint egy a szűzanya oltalma alá helyezve a megszületett gyermeket, a kiimádkozott gyermeket, és az egész családját. Úgy gondolom, hogy az az áldás, amit itt a szűzanya közbeni járásával megtapasztalnak az zarándokok, és visznek magukkal, képes megújítani a családok életét, képes sok-sok örömöt, boldog órát adni a családoknak, segíti az életüket úgy élni, hogy keresztény embernek az életét élni kell. Idén másodszor helyeztek el hálaszíveket, amelyeket a Székesfehérvári Egyházmegye készítetett azon családok gyermekeinek, akik a kegyhelyen imádkoztak gyermekáldásért. Zalavári Fruzsina iparművész részből készült, ezüstözött alkotásain a gyerekek keresztneve és születési dátuma szerepel. A smohai házaspár nevében is elhelyeztek egy hálaszívet, akik sok szállal kötődnek a híres vértesi búcsújáróhelyhez. Vértes Somlóra már évek óta járunk. Ha jól emlékszem, 2012-ben voltunk itt legelőször, akkor kaptunk egy kis imádságos lapocskát, és ezt nagyon sokszor imádkoztuk. Évekig visszajártunk ide, hogy mi is ebben az áldásban részesüljünk. És hát jó néhány év elteltével most már itt van velünk Imike, úgyhogy teljesültek az imáink, de nem csak a mi imáink, hanem, mint később megtudtuk, nagyon-nagyon sok ember imája valósult meg azzal, hogy Imike megszületett, úgyhogy most nagyon nagy a boldogságunk, és tavaly ilyenkor már mi azért összemosolyogtunk Andrissal, mert tudtuk, hogy idén mi is kapunk hálaszívet. A munkámhoz kapcsolódóan mélyedtem el, vagy mélyedhettem el a Vértes Somlói kegyhelyi történetében, és valamilyen hozzájárulást adhattam ahhoz, hogy ez a kegyhely most egy modern formában köszönthesse a ideérkező zarándokokat. Különösen a hálaszívek elkészítése körül volt nekem feladatom, amit a püspök atyától kaptam, hogy egyáltalán ezek a hálaszívek megvalósulhassanak, és olyan magas minőségben, ahogy Zalavári Fruzsina elkészítette. Amikor ezt a feladatot kaptam, még nem tudtam, hogy hamarosan a mi fiunknak is készül majd egy hálaszív. Nagyon reménykedtünk benne, és azt hiszem, hogy azt élhettem meg egyrészt az egyház munkatársaként, másrészt pedig úgy, mint aki hálát adni jön ide, hogy az olyan szent egyház,
a hozzánk hasonló nehéz körülmények közé kerülő pároknak is nyújt vigaszt, és nem csak a reményt, hanem a hálát is segít megélni. A vértes somlói búcsúi mise után Spányi Antal püspök megáldotta a gyermeket váró házas párokat és a kisgyermekes családokat, akik hosszan sorakoztak, meghatódva a különleges áldásért.